Kérem tisztelettel, az elkövetkezőkben egy új hordozóra, egy új médiumra evezünk, a videó TK-ba látogatunk el, amiről sokakkal ellentétben nekem nincs olyan túl jó véleményem. Kérem, a videókazettázás eleve egy kicsikét magányos műfaj. Most nem csak a Laokon csoportos filmekre gondolok, ahol a sorsod a kezedben van, ahogy mondani szokták, bár sokan nézik párosan is, ugye levezető jelleggel, vagy hogy esetleg egy kicsit kedvet kapjanak az asszonykához, ugye, tehát megvan ennek is a költészete, de akárhogyan is van, emlékeznek még azokra az időkre, amikor a televízió is még kollektív élmény volt. Mentünk a kis Sámlival át Schmutzelbacher nénihez, akinek már volt egy nagyképernyő Zsuna televíziója, és Barkács Hajlamú fia sztereó előtétet tett elé, ugye? Ha nem is sztereó, de színes előtétet, ugye? Tehát fölül kék, középen piros, alul zöld, ugye? Hogy a, mert a focipálya zöld, ugye? Tehát színes tévét lehetett kvázi látni, közben lehetett beszélgetni, szotyolázni, fröccsözni, kommentálni az eseményeket. Kérem szépen, ami nekem a videóból hiányzik, a kollektív élmény. Ami a moziban annak idején megvolt. Emlékeznek, elég volt, hogy egy valaki fölállt. Egyből 30-an üvöltötték. Apád nem üveges, húzd le magad, uborka! Ugyanakkor a tarkóján minimum másfél kiló rizsa landolt abba a pillanatba, mert mindenkinél volt köpülcs. Ő anyád, pám! Szóval most is szépek ezek a mozik, meg air condition, meg popcorn, meg minden van, csak olyan, hát szóval az nincs meg, ami a mi ifjúságunkban volt. Hát lehet, hogy ezek már egy ilyen öreg mozilátogató panaszai, és hát nagyon emlékszem arra, amikor minden bokorba akadt egy valaki, aki 20-30-szor látta már a filmet. Úgyhogy az mindig, de figyelj, ott jön mindjárt puppos, figyelj, mindjárt veszi le a izéjét, ott van ez gumi, várja, csak átsza, ez nem a igazi puppos, ez álpuppos, figyelj, és akkor jön a Mandrej kapitány, bejön neki hátulról, érted meg a kártút, és mindjárt hozza a bulát az üveghintóba, várja, figyelj, na oda nézni, már illó van. Na, hát kérem szépen, három ilyen fickó következik, akik ezt a régi kedves hagyományt úgy látszik, hogy ébren tartják egy videó TK-ban. Őrzik a lángot. Na, hát ezt nem volna, képzeljük el, mit láttam. Na. Volt ez a izé, itt van valahol, várjon már! Ez a hóferkes, a hétrepelés, ez egy másik. Ez a ventilátor 3. Micsoda? Képzeljél! Nem, az a vibrátor 2. Nem. Determinátor 7. Melyik az? Jön a csávó, hát a izé volt a főszereplő, mondja már, ez a svájci néger. Arnold Schwarzenegger, neveztek róla el ilyen izomszalon. A WC építő? Persze, Buddy Wilder, az amit mondd, ez nekem. Na, képzelj, az a izés, Pali? Persze, föl van pumpálva, úgyhogy ennek azért elő van neki, és fölrakták a mellét idáig, érti? Az kiderült a hapsziló, hogy ez belül ilyen acél szerkezet, ilyen Dexion salgó. Ne! Így ment, egy idő után már látni lehetett, így ment, és be volt vonva ilyen műbőrre. Akkor úgy nézett, mint egy tanácselnök, akkor úgy nézett, nem? Ide figyeljen! Ez a Pali, ez olyan volt, hogy a lábán ilyen vasalló volt. Lehetett állítani, hogy büszke, hogy Terillén, vagy Kotton, vagy... Ja nem, az ebben a filmben van, bocsánat, rövid az ágat, a Stüssiben van. És képzeljél, egyszer csak forduljon ide, hát elmondom, hogy miről van szó. Ne azon nevesse, itt van az izé a Michael Jackson. Hát az a hülye gyerek, az leesik egy óra darabkából, üzen órában. Megy itt előre, egyszer csak először sóskútba teszik, onnan is kivesz. Kerék alá teszik, onnan is kiveszik. Ez volt a filmben? Kihun jönnek a törökök? Na. Onnan is előveszik a törökök? Igen? A kis rövid nadrágban volt. Azok a piroliak, az hagyja? Ja nem, mindegy. Az ugóban lehet. Várjon már! Elmondom a végét. Igen? A vége. Egyszer csak érti az Ózsi kohászati erőműbe, belenyomták és elolvadt. Elolvadt az egész, azt mondja, asztal a tiszta, béni, kész! Igen. A Rumbo 2-t már mondtam, hogy már. A Szilveszteri Stallone. Ide figyelj, csak egyet nem értettem, hogy a vietnámi haláltáborban a szovjet őrök lengyel egyenruhában miért románok káromkodnak? Ezt nem értem. Ledobják a Rumbót helikopterről gumicsónakba, belesik a gumicsónak a vízbe, buty, automatikusan szétmegy a gumicsónak, ráhúzódik a testére a gumicsónak, ezért sérthetetlen. Nem lehet megsérteni, csak elküldöd az anyjába, mert nem lehet megsérteni. Jó, ez az orosz rulett, ismeri melyik az? Hogy? A Rumbóba? Orosz rulett, elmondom mi van. Kidobják a dobtárat, brr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 
filmet láttam? Elájuljon filmet láttam. Van ez a németes nevű amerikai színész,
Az van beadva, hogy több mint test... testápoló. A francokat, több mint testápoló. Hogy hívják azt a férfit, aki vigyáz a másik emberre, nehogy baj essen? Bőrgyógyász. A francokat, ne vesem a féket. Figyeli minden lépését, na. 3/3. Hagyjon már a francba, nem érti? Ebbe volt az az énekes, az a fekete énekes, aki énekel. Bangó Margit. Hagyjon már békében a hülyeségekkel. A Rocky 4-ről meséljen, az mi volt, amikor kiment a izére? Na, néztem a filmet, kivettem a videóval, kellett le 3 hetet várni. Na. Kivesszük, betesszük ugye a lejátszóba. Egyszer csak arról szól a film, na, már. Hogy Rocky 4 bemegy a központba, azt a Feri bácsi. Tele vagyok ideggel, jobbra meg balra. Na, adjon nekem 2 hét fizetetlen szabadságra, itt van, vidd el. Fogta magával tűrű túlélő pitebotot, elindult, ment pendegélt. Oda ment a folyópartra, kivette túlélőt, rákötött egy laubogarat. Laubogarat? Beledobta. Semmi. Olyan ideges. Haj, de ideges. 1 nap, 2 nap, megtaposta saját magát. Semmi? Olyan ideges. Erre? Elvárt egy napot, megint ráakasztott egy húslevest. Bedobta. Semmi. Hogy nagyon mérges. Olyan. Ráakasztott egy Burger Kinget. Bedobta. Alig dobta. Páink. Feszül ám a mazdag. Tekeri. Rajta van egy nagy darab. Erre? Nézi, Rocky 4. Nézi, azt mondja. Hát te ki vagy? Azt én vagyok a cápa 3. Így volt. A mindenki. Az jó mozi volt. Na! Az én unoköcsém a második kerületbe jár egy videótékába. Levitel. Na! Oda jár a belügyminiszter és a kuncegár. Ujjaj! Állandóan egyetlen egy videót vesz ki. Melyiket? Óvakodj a törpétől.